2021 második felében érkezett a Német Nemzetiségi Múzeumba az Ess-sör című kiállítás. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Herman Otto Múzeum közös tárlata a sör történelmét, készítésének rejtelmeit, legfontosabb állomásait és szakembereit mutatja be. Ezt a kiállítást is azért nyitottuk meg, mert igyekszünk mindig időről időre kicsit megújulni, kívülről folyamatosan, belülről pedig kiállítások formájában, és a múzeumunk számára fontos, hogy más múzeumokkal, országos kiállítóhelyekkel is kapcsolatban legyünk, és itt Tatán egész egyszerűen elérhetőek legyenek azok a kuriózumok, amikért egyébként a fővárosba vagy az ország különböző pontjaira kellene utazni. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal már nem ez az első közös kiállításunk. Néhány évvel ezelőtt a Tatai Várban egy Divat és Reklám című kiállítás örvendett szintén nagyon nagy népszerűségnek, és szerencsére azt látjuk, hogy itt a Német Nemzetiségi Múzeumban most a sör kiállítás kapcsán is egy új érdeklődő réteget sikerült megszólítanunk. És hát a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak sem volt más a célja ezzel a kiállítással, hiszen valahol talán az is a kiinduló pontja az egésznek, hogy minket magyarokat mindig egy borivó népnek tartanak, és mégis itt a múzeum falai között most azért is ezt a sör kiállítást nyitottuk meg, hogy egy picit ezzel is ismerkedjünk meg, hogy mi történt, miért volt egyáltalán sörfogyasztás itt Magyarországon. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak pedig volt mellette még egy olyan szlogene is ehhez a kiállításhoz, amit Goethe mondott, hogy a sör fogyasztása élvezetet jelent, míg a könyvekkel mindig csak a baj van. És egy kicsit erre is próbáltunk itt a múzeumban törekedni, hogy egy olyan kiállítás jön ide, ami tárgyakkal van teli, ami érdekességekkel van teli, és egy olyan témát mozgat meg, ami valóban mindenkit érdekel, hiszen itt azért elég sokszor mi inkább a komolyabb témák felé mozdulunk el. A Magyar Élelmiszerkönyv szerint a sör malátából, valamint bizonyos pótanyagból, vízzel cefrézett komlóval, illetve egyéb engedélyezett anyagokkal ízesített, sörélesztővel erjesztett, széndioxiddal dús, alkoholtartalmú ital. Azonban előállítása korántsem olyan egyszerű, mint fogalmának meghatározása. Fontos kiemelni ugyanis a sör történelmét, hiszen nem tudjuk megállapítani az első főzés pontos dátumát, de az biztos, hogy már az ókori egyiptomiak is készítették, Krisztus előtt az 5. évezredben. De már Szudánban is felleltek közel 7000 éves edényt, sőt Észak-Kínában 9000 éves sörmaradványt találtak. A nagy múlt pedig számos technikát rejt, amelynek elkészítése és finomítása a mai napig változik. Lehetne onnan is kezdeni, hogy már a honfoglalás korában is fogyasztottak sört, de én talán onnan kezdeném, hogy egy annyira számomra az az izgalmas benne, hogy egy annyira hétköznapi dologról van szó, bármelyik boltba, bármikor le tudunk emelni a polcról egy doboz sört, most már alkoholmenteset, gyümölcsöset, éppen amilyet kívánunk, de megint csak nagyon ritkán gondolunk bele abba, hogy hogyan jut ez a dolog az asztalunkra, mi kell ahhoz, hogy a sör az ott legyen a háztartásainkban, és fogyaszthassuk, és ez a kiállítás az első rétegében arra tesz kísérletet, hogy bemutassa azt, hogy mennyiféle alapanyagból és milyen hosszú folyamat során tud elkészülni ez a nagyon hétköznapi ital. Itt ülünk most konkrétan a sörgyártás alapanyagai mellett, és csak kapásból 4 hordót tudunk megszámolni, amiben azok az alapanyagok vannak, amik kellenek ahhoz, hogy a sör az asztalunkra kerüljön, de ez még kevés lesz hozzá. Rengeteg vízre van hozzá szükség, és ha már a víznél tartunk, akkor meg kell említeni Tatát is, ahol szintén működött egy sörház, egy sörfőző üzem. A kastéllyal szemben lévő területen, később színház lett belőle, de mielőtt színház lett volna, az egy sörgyár volt. És meglepő módon víz mellett vagyunk, tehát nagyon-nagyon fontos volt a nagy mennyiségű és jó minőségű víz jelenléte azon a helyen, ahol a sört készítették. És végül, de nem utolsó sorban át kell esnie egy nagyon hosszú erjesztési, főzési, szűrési, újrafőzési folyamaton, hogy végül megkapjuk a ma már palackokba vagy dobozokba azt az italt, amit tényleg nagy lelkesedéssel fogyasztanak, azt hiszem a legtöbben.
Itt a kiállításban megtekinthető végig az egész folyamat, és a kiállítás egyik központi tárgya lett az a sörfőző tartály, ami egyébként teljes mása annak, amik Kőbányán is voltak és ott megjelentek. Ebben a gondolatban szerintem egy nagyon, ismét csak nagyon izgalmas tájról van szó, természetesen egy kicsinyített mása neki, hiszen az eredeti méret valószínűleg nem férne be a múzeumba. És az előállításnál ugye még csak megkapjuk magát a sört, de a tárolása is egy nagyon izgalmas kérdés volt, hiszen ma már nagyon ritkán gondolunk arra, hogy eredetileg ezt a söritalt is hordókban tárolták. Ma már alapvetően fémhordókban, sörcsapokban gondolkozunk, de a hordós tárolása az több érdekességet is rejt magában. Egyrészt megint csak a hordót is el kellett valakinek készíteni, egy újabb szakemberre volt hozzá szükség, hogy ez elkészüljen. Másrészt pedig innen nem ered egy ilyen érdekes szavunk, a pehes ember kifejezése, az gyakorlatilag a sörfogyasztással függ össze, méghozzá azért, mert eredetileg ezeket a hordókat, a fahordókat, hogy ne tudjon bele semmi kiszivárogni, és megtartsa a sörnek az aromáját, szurokkal öntötték be. És ugye nagyon ügyesen kellett ahhoz beönteni szurokkal ezt a hordót, hogy hát benn is maradjon, meg ne keveredjen össze a szurok a sörrel, és hát voltak olyan, és maga a szurok, az pech, tehát a németül ezt a szót használjuk rá, és hát az az ember, akinek véletlenül mégiscsak egy kis szurok került a sörében, ő volt a pehes ember. Az italt pedig valamiben tárolni is kell. A sörtörténelem második meghatározó témaköre az üveg, valamint azok címkéi. Maga az üveg is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés. Gyakorlatilag már a 17. században is megjelentek üveges sörök a fogyasztásban, de inkább csak a 19. századdal terjed el valóban. És ez az az időszak is, amikor megjelennek a sörcímkék, amiket megint ma már teljesen hétköznapi dolognak tartunk, hogy egy sörnek van címke, és erről el tudom olvasni, hogy honnan, melyik gyárból kerül ki az a sör. De korábban ezek ugye üvegekben készültek, amiket mondjuk ilyen dombornyomott üvegeket, amiket ma is nagyon szeretünk, mert nagyon szépek, és biztos vagyok benne, hogy mindenki őriz néhányat a konyhában, a szekrény tetején, vagy máshol, amihez így emlékei kötődnek neki. És tehát ez is egy olyan pontja volt a sörfogyasztásnak, ez a 19. századi előretörés, felemelkedés, ami nagyon sok mindennel összefügg. És erre vissza fogok térni, de megemlítem, ugye a filoxéra vész ez az időszak az, amikor gyakorlatilag a borfogyasztás az ellehetetlenül Európa szerte, és a sör, a kevésbé igényes, előállítandó alapanyagokból készülő sör, az egy sokkal könnyebben elérhető alkoholos itallá válik. És végül a sörös üvegek után csak sokkal később, igazából nagyjából úgy a 20. század közepére terjed el Amerikából a dobozos sör, ott jelenik meg először, és aztán nagyjából nálunk a 70-es évektől kezd el terjedni, korábban abszolút nem volt jellemző, és ennek emlékére van is a kiállításban egy ilyen kuriózum tárgy, ami az 1979-ben a Kőbányai Sörgyár 100 éves évfordulójára kiadott kis dobozos sör. És ami szerintem még szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy a fahordóból szépen jutunk el a fémhordók irányába, és közben még ezt a kettő közötti időszakot szintén az üveg előzi meg, ez az sörszifonnak, vagy családi sörnek nevezett nagy 1-2 literes üveges sörről van szó, amiből szintén látható néhány tárgy a kiállításban, és aztán csak ezután érkezik meg ez az úgynevezett parti hordó, amiket ma is már ismerünk a szórakozó helyekről leginkább. Ez így nagyjából az a perspektíva, amit így a magáról a sörről tudunk és ismerünk, és ezek után tudjuk egy picit végig gondolni azt, hogy mit jelentett itt Magyarországon, mit jelentett Európában a sörfogyasztás.
hogy maga a sör egyébként mennyire ősi ital, arra a régészeti leletek is utalnak, és a sumér kultúrában is fedeztek fel az árpa csiráztatására utaló olyan elemeket, amik arra utalnak, hogy valóban egy nagyon régi italról van szó, és hogy hol kapcsolódik be ez a magyar kultúrtörténetbe, az természetesen a honfoglalás kora, hiszen vándorló nomád népként nem volt időnk arra, hogy borral, szőlővel bíbelődjünk, viszont a sört azt viszonylag gyorsan és a kelet felől érkező sörfogyasztásnál az úgynevezett természetes erjesztés volt előnyben részesítve, vagyis a meglévő hőmérsékletet használták fel arra, hogy hát különböző minőségű söröket kapjanak, vélhetőleg ez a mai ízlésünknek nem igazán lenne kielégítő, vagy nem lenne túl finom. És ezzel gyakorlatilag biztosra vehető az, hogy volt már a honfoglalás korban is sörfogyasztás, és vélhetőleg jelentősebb volt, mint a bor. És aztán utána nagyjából a 11. század az, amikor elkezd kibontakozni Magyarországon is a sörfogyasztás, ez leginkább a felvidéki bányavárosokban indul meg. Oda érkezik meg az úgymond nyugati típusú sörgyártás, amikor már a főzéssel készül el, és a főzéssel segítik az erjedésnek és az erjesztésnek a folyamatát. És ezzel egy időben jelennek meg olyan alakok is, akiket mi is hallhattunk, ismerhetünk így a sörfogyasztás történetéből, ő hozzájuk, ehhez az időszakhoz kapcsolódik például a védőszenteknek a megjelenése, a sörnek is vannak védőszentjei, például Szent Dorottya és Szent Florián, szintén a sörfőzőknek volt a védőszentje. Hogy miért? Ez azért van, mert hogy a Szent Dorottya a kereskedők védőszentje, Szent Florián pedig a tűzveszélyes helyeknek a védőszentje, és hát egy sörfőző üzem is elég erősen tűzveszélyes hely volt. És akkor velük együtt megjelenik még két érdekes alak, aki mindkettő magyar sörfőzésbe is bekerül névszinten. Az egyikük ő Gambrinus volt, ő egy 13. századi német-római birodalom egyik tartományának a királya volt, hercegek királya volt, és ő úgy kerül be gyakorlatilag a sörfőzésbe, hogy ilyen legendák kapcsolódnak a személyéhez. Az egyik például, hogy a komló erjesztésének a titkához eladta a lelkét az ördögnek, illetve hogy egyszer egy ültő helyében meg volt 72 liter sört, azt hiszem valahogy, hogy ez a megfelelő szám. Szerintem ez nem történt meg, de az ő neve bekerült, és az őróla neveztek is el söröket is itt Magyarországon. És az első magyar sör részvénytársaság címeres sörének a névadója pedig Paracelsus atya, aki egy olyan orvos volt, aki hát orvos és toxikológus, aki először vizsgálta azt, hogy a sörnek milyen gyógyító hatásai lehetnek, és az idegi eredetű betegségek gyógyításán túl felhívta a figyelmet a nagyon magas tápértékére is, és a különböző sör gyártásból származó melléktermékeket ő kezdte el először például ilyen tápkiegészítőként, például a kisbabáknál az első ilyen tápokat, tápszereket, azt ő gondolta ki, hogy hogyan lehetne előállítani, úgyhogy ők mindketten úgymond a védőszentek sorába emelkedtek, annak ellenére, hogy természetesen ők nem voltak szentek. És aztán eljutunk nagyjából a középkor végére, ugye a 16. században alakulnak meg csak az első céhek, sörfőző céhek Magyarországon, korábban így uradalmi, kisebb helyi sörfőzdékben zajlott a sörfőzése, és csak a 16. században jutunk el oda, hogy valóban a minőségi sör készítése is fontos legyen. Természetesen Magyarországon is volt a kolostorok környezetében sörfőzés, ami érdekes, hogy nálunk nem a kolostorok feleltek magáért a sörfőzésért, volt belőle jövedelmük,
a szerzetesi körökben is előszeretettel fogyasztották a sört, mivel erre állítólag nem volt mennyiségi korlát, mint a bor fogyasztására, és hát a nagyobb uradalmak vezetői is mindegyikük megalapította a saját sörfőzőjét. Aztán valahogy úgy áttevődött a hangsúly inkább a borkultúrára, a borfogyasztásra, megérkeznek, elindulnak a nagyobb bortermelő közegek, közösségek, hegyvidékek itt Magyarországon, de mindeközben ott van az Alföld is, aki ebbe a kiállításba is, vagy ami ebbe a kiállításba is bekapcsolódik, hiszen ez a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak egy együttműködése a Kunszentmártoni helytörténeti kiállítással. Ez azért érdekes nekünk, mert Kunszentmárton egy tipikusan egy olyan alföldi település, ahol a 19. századra a német sörfőzőmesterek főzik a söreiket. Ez amit itt a múzeumból is ismerünk, akik megérkeznek Magyarországra, vállalkozók kedvűek, nem a telepítésekkel érkeznek, hanem olyan vállalkozók kedvű mesterek voltak, akik itt Magyarországon meghonosították, és főleg az olyan alföldi városokban, aminek a közvetlen közelében folyt víz, például Kunszentmártonnál a Körös, ami egyszerűen lehetővé tette azt, hogy jó mennyiségben és jó minőségben is készítsék el a söröket. És ezzel valahogy elindul itt Magyarországon is a sörfogyasztásnak egy olyan kultúrája, amivel aztán bekerülnek a különböző fővárosi és vidéki városoknak a sörkertjei, kialakul ez a fajta, ma már talán nem annyira ismert, de mondjuk német területekről ismerős sörkerti kultúra, és ehhez hozzátartozik az is, hogy ekkor indul meg, a 19. század végén indul meg Magyarországon a kőbányai sörgyár, ami a kőbányai bányáknak a pincerendszerében tud megindulni gyakorlatilag. Erre tett egy szintén németországi gyökerekkel rendelkező magyar sörfőző, Schmidt Péter, ha jól emlékszem, egy olyan kísérletet, hogy ott alapítsa meg ezt az első ilyen ipari mennyiségben előállítható sörfőzdét. Aztán elkezd kiépülni, és végül a 19. század végén Dreher Antal is rájön arra, hogy itt Magyarországon van még ebben kapacitás. Ugye sveháti sörfőző mesterként, sörüzem tulajdonosként, akkor már nem sörfőző mesterként, hanem üzemtulajdonosként érkezik ide Magyarországra, és vásárol meg szintén kőbányán egy üzemet, és fejleszti fel gyakorlatilag az akkori bécsi licensznek megfelelően a magyarországi sörgyártást, és hát hihetetlen mennyiségeket, több száz hektolitert állítanak elő évente, ami azért jelzi a növekvő keresletet is erre az italra, és szépen alakul ki, fejlődik a kőbányai sörgyártás, majd mellette megjelennek még különböző hasonló jó nevű magyarországi sörök is, illetve megjelennek az első vidéki sörök is, így a pécsi sörig is eljutunk például. Ez az első magyar vidéki sörfőző üzem, ami kialakul, és szintén egy nagyon akkor nagyon jó minőségűnek tartott, és kiváló sört hoznak létre. A Pannonia sörök indulnak el Pécsen, ma már inkább ugye a Szalon az ismerősebb a pécsi sörök közül. És aztán folyamatosan Sopron irányába is nyílnak meg a sörfőzők, amelyekből a kiállításban egy-egy vitrínben mindenhol bemutatjuk azokat a szimbolikus tárgyait, a céduláit, amik ismerősek lehetnek bárki számára, aki bejön ide és megnézi a múzeumnak a kiállítását, és ezzel gyakorlatilag a sör az, hát, egy szintre kerül, és talán meg is előzi a borfogyasztást itt Magyarországon. Aztán sajnos az első világháború a sör készítést, fogyasztást is erőteljesen visszaveti.
főként az alapanyag hiánya miatt. Egyszerűen az igény az lett volna rá, tehát hogy arra lett volna nagyobb szükség. Ugye a katonaság ellátásában a sörkészítés az már a korábbi időkben is nagyon fontos szerepet játszott, az első világháborúban is szükség volt rá, és sajnos ez az időszak az, ami viszont eléggé visszaveti a sörkészítést. Majd a két világháború között egy újabb virágzásnak indul, egy kisebb fejlesztésekkel, mennyiségi növelésekkel, és aztán a második világháború időszaka egy nagyon érdekes helyzetet teremt, hiszen újra csak előáll ez a lapanyaghiány, újra nem lehet megfelelő mennyiségű sört előállítani, viszont például a Dreher ebben az időben jön rá arra, hogy hát a sörgyártásnak a melléktermékeiből különböző szintén eladásra érdemes dolgokat lehet előállítani. Így például ebben az időben a Dreher nem csak sörgyárt, hanem például csokoládét, desszerteket, egyébként gyerekjátékokat is, nyilván ezt nem a sörnek az alapanyagaiból, de például készíti a tápsört is. Tehát egész perspektíváját tudja nyújtani annak. A kiáltásban van is egy ilyen nagyon kedves rajz, ez a tipikus, az emberi élet különböző korszakain végigvezető, de a Dreher különböző termékeit fogyasztó személyeket lehet benne megfigyelni. Egy nagyon, nagyon kedves részlete szerintem ez a kiállításnak. Ugye ma is ismerünk ilyen szoptatáskor fogyasztható, alkoholmentes, de tehát ez segítő folyamatokat segítő sört, és ez már akkor megjelenik gyakorlatilag a második világháborúban, a második világháború vége felé. Aztán a második világháború végén hát gyakorlatilag a budapesti sörfőzdék mindegyike hát belövéseket kap, tehát gyakorlatilag a tönkre menés határán vannak, és majd az államosítással mérik fel újra az igényt arra, hogy nyilván azért a sör előállítására szükség van, viszont itt meg teljesen elkezdik szétválasztani, és gyakorlatilag az 50-es évektől a sörgyárak csak sört gyártanak, illetve ez alól kivétel lesz majd a miskolci sörgyár, vagy Miskolc melletti sörgyár, ami végül a Pepsi termékekkel fut majd együtt, azokat készíti el. Viszont ez az az időszak, amikor ugye elindul egyfajta ilyen nagyon erős tömegesítése a sörfogyasztásnak. Gyakorlatilag a 30-as és a 60-as évekhez képest 7-szeresére emelkedik a hazai sörfogyasztás, és ezzel egy időben például a kőbányai az olyan előnyöket tesz a helyi dolgozóknak, hogy gyakorlatilag ráépíti a lakótelepeit a sörgyártásnak a melléktermékeként keletkező hőre, forró vízre, mindenre, és ezzel is egyfajta ilyen plusz kötődést próbál meg kialakítani a helyben dolgozó személyekben. És aztán gyakorlatilag eljutunk szépen lassan a jelenkorunkig, amikor gyakorlatilag megint azt látjuk szerencsés módon, én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés módon, és erre is utal egy kicsit ez a kiállítás, hogy ez a nagyon mennyiségi sörfogyasztásból egy picit talán megint elindulunk a minőségi sörfogyasztás irányába. Ismét állítanak elő itt Magyarországon is olyan kézműves söröket, amik már jó nevűek és jó minőségűek, és érdemes őket kipróbálni, megkóstolni, és már nem annyira a mennyiség, mint inkább a minőség irányába mozdulnak el. De a mennyiségi sörfogyasztásnak szerintem az egyik legjobb példája ezek a sörpénzek, amiket gyakorlatilag a munkások beválthattak a helyi konyhában, hogy helyi kantinban, hogy jobban menjen a munka utána. És úgy, hogy mindennek ellenére nyilván a szocializmus az alkoholnak a fogyasztását nem támogatta, de a sörét azért elég erősen felfejlesztette, inkább, mint a rövid italok fogyjanak, mondván.
És ezzel gyakorlatilag eljutunk egy olyan jelenkori helyzetig, amikor a magyarországi sörgyártásnak a múltjára is rá tudunk egy kicsit látni, rá tudunk egy kicsit tekinteni így a kiállítást végignézve, és egy-egy olyan emléket is fel tudunk idézni, mint például a klasszikus mondást, hogy a magyar ember nem kocint sörrel, ma már elvileg lehet sörrel kocintani, de például van egy olyan kis éttermi interjúr is ebben a kiállításban, amiben még ott van a kocintást kérjük mellőzni tábla, tehát hogy ez tényleg egy viszonylag fontos része volt a zarad utáni magyarországi sörfogyasztásnak is, és a kicsit az osztrák-magyar monarchiával szembeni magatartás megfogalmazásának. A sör megjelenése és annak kultúrája egyre népszerűbb lett a fogyasztói körökben. Mára már szinte bárhol és bárki számára elérhető az ital, meg annyi formában, kiszerelésben, minőségben, ízben, sőt alkoholtartalomban is. Érdekesség azonban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2015 és 2019 között a sörgyártás töretlenül növekvő tendenciát mutatott, ám a világjárvány megjelenésével 13%-kal esett vissza a hazai fogyasztás. Én azt gondolom, hogy alapvetően a sokfélesége a söröknek az mindig egy kicsit kettős dolog. Egyrésztről sok és nagy mennyiségű sör fogyasztására van lehetőség, ennek most utána néztem. Elvileg jelenleg Magyarországon évente 70 liter per fő sört fogyasztunk el, ami szerintem nem egy alacsony szám. Tehát így mondjuk magamra gondolva azért én ebben nem adok túl nagy jelentős számot. Viszont én azt gondolom, hogy a minőségi sörfogyasztásra egyre nagyobb lesz az igény, és itt mi a kiállítás kapcsán is igyekszünk, és még egyelőre nem tudjuk a pontos időpontját, de még a közeljövőben mindenképpen szeretnénk például egy sörkóstoló programot tartani, amiben egyszerűen egy szakember segítségével, ugyanúgy, mint a borkóstolásnál, meg lehet ismerni azt, hogy miért melyik sörben mit érdemes érezni, milyen ízek, milyen zamatok jönnek ki ebben az italban. Illetve például már Magyarországon is van sörcsapoló mester, aki például azt tudja professzionálisan, hogy hogyan lesz megfelelő a sör és a hab aránya, és ezek hogyan alakulnak. Én azért alapvetően, de én nem végeztem kutatásokat, és nem is tudom pontosan, azért azt gondolom, hogy mi itt Magyarországon a minőségű bor előállítást még mindig jobban tudjuk úgymond hozni, mint a sört, és az meg is figyelhető, hogy a 90-es évektől gyakorlatilag 4-5 sör üzem van, és az gyártja az összes sört Magyarországon, és legtöbbjük külföldi tulajdonosokkal. Tehát itt Magyarországon is inkább az a jellemző, ami a globalizációval mindenhol a jellemző, hogy amerikai, japán, német és egyéb más tulajdonosai vannak a magyar üzemeknek, és azzal, hogy az államosítás után jött a privatizáció, nem a magyar kezekbe kerültek vissza ezek a sörüzemek, és nem mi tudtuk megmutatni azt, hogy mennyire kiváló sörfőző létesítmények vannak itt Magyarországon, hanem egy kicsit ez tehát gyakorlatilag egyrésztről jó, hogy elméletileg ugyanazt a sört tudom inni itt Magyarországon, mint Németországban, de ha jobban belegondolunk, akkor egy picit talán vérzik a szívünk, hogy tudjuk, hogy itt Magyarországon is volt ennek egy erős felemelkedése, egy jó különböző mesterekkel, üzemekkel működő időszaka. A Német Nemzetiségi Múzeum nem első alkalommal nyitott a téma iránt. A körzetben élők már izgatottan várják az intézmény által szervezett sördélutánokat is. A program évről évre nagyobb közönséget vonz, így a múzeumi szakemberek számára a tematikus tárlat iránti nagy érdeklődés sem okozott meglepetést. Ez szerintem nagyon érdekes, mert egy olyan közösséget szólítunk meg magával ezzel a kiállítással is egyébként, tehát az életkoron is látszik, nem a gyerekek jönnek erre, nem az osztálykirándulások jönnek be, hanem inkább felnőttek, párok, fiatalok, családok inkább jönnek be, és nézik meg ezt a kiállítást, és a sördélutánokkal is eredetileg talán egy kicsit az volt a célunk, hogy a fiatalokat szólítsuk meg. Hát a fiatalokat úgy sikerült megszólítanunk, hogy gyakorlatilag azt a 30-40-50 éves korosztályt tudjuk behozni
ide a múzeumba, ha csak egy délutánra is, akik egyébként nem látogatói a múzeumnak, mert életkorukból, elfoglaltságaikból adódóan ők nem elsősorban nem azzal vannak elfoglalva, hogy akkor most megnézzék a helyi múzeumot. És szerintem az is fontos, hogy ezekkel a kiállításokkal, mint a sörrel is, itt Tatán és Tata környékén is egy picit megmutassuk azt, hogy mindig érdemes bejönni a múzeumban, mert változik, és van újdonság, és ugyan most kívülről még mindig egy kicsit ijesztőek vagyunk, de belülről mindig próbálunk valami újat behozni ide, és megszólítani vele minél szélesebb réteget. Természetesen nem tudjuk mondjuk egy sör kóstoló, tehát nem egy sörüzem szintű sörkóstolót tudunk itt tartani, de én azt gondolom, hogy erre is lenne azért érdeklődés. Az, hogy a borászat ezek mellett is meg kell, és szeretnénk is, hogyha megjelenne a múzeumban, az pedig természetes, tehát nem leszünk innentől kezdve teljesen áthangolva a sörre, de én azt gondolom, hogy a sör délután is egy jó lehetőség rá, hogy egy szórakozás közben, de megismerkedjünk egy kicsit a sör kultúrával. Thank you.